Ezúton is szeretnénk megköszönni a sajtó valamennyi munkatársának, akik foglalkoztak a kilátással a helyzetünkkel. Kérjük Önöket, hogy továbbra is segítsenek bennünket a fennmaradásunkért való küzdelemben, mert már csak nyilvánosságban hiszünk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. És azt szeretném még elmondani, hogy 2 hete villámcsődöletet tartottunk, ugyanitt a kormányhivatal előtt, és petíciót adtunk be a Rácz Róbert Fidesz által kinevezett kormány megbízott úrnak. 1 hete várjuk a megye kormánypárti képviselőitől, hogy reagáljanak segélykérő nyílt levelünkre az ESZOSZ-szal kapcsolatosan, de még választ semmire nem kaptunk. A mai napig egy beadványunkra nem válaszoltak, pedig a sajtó, média minden tele van velünk. Nekünk már nincs veszíteni valunk, ugyanis mi éhezünk. Most jön a virágkarnevál, tele van a város külföldi emberekkel, mindenki boldog. Nekünk az új kenyér helyett még penészes kenyér sem fog jutni az asztalunkra, az ESZOSZ károsultaink és családjainknak. A gyerekeknek iskolába kell szeptemberben mennie. Nem tudnak elmenni iskolába, mert nem tudjuk őket beiskolázni. Nem tudunk mit enni. Ki fognak bennünket lakoltatni. A kormánypárti képviselő ugye itt vannak. Senki nem reagál a beadványokra. Egyikre sem. Kérdezem én, ők nem szoktak olvasni újságot? Nincsen nekik sajtósuk? Köszönöm, ennyi voltam. Üdvözlök én is mindenkit, 2800 ember mellett szeretnék kiállni én is, az ESZOSZ károsultak ugyanúgy, mint én. Ez az ESZOSZ cég minket, a hátrányos helyzetű embereket még jobban a mélypontba taszította, ahonnan már kilábalni nem tudunk. A megélhetésünk egyenlő a nullával, a gyerekekről nem is beszélve, ugye jön az iskoláztatás, és ezt nem tudjuk biztosítani nekik, nincs miből. Éhesen fekszenek és éhesen kelnek a gyerekek. Kérdem én, hol van ilyenkor a magyar kormány, aki mellénk álljon a bajba jutottak segítségére. Köszönöm. Annyit még hadd mondjak már el, hogy nyílt levelet adtunk be mindenhova, és nyílt levélre nem válaszolnak. Legalább a papírunkat kérjék vissza, az iratokat, hogy tudjuk másra leérkezni. Én annyit szeretnék elmondani, hogy nem hiszem el, hogy ebben az országban 2800 ember segélykiáltása nem hallatszik el a kormányhoz. Jó napot kívánok, én Balogh Gyula vagyok, egy kótai lakos, és a ESZOSZ 2800 ember, bajba jutott embernek az életéről szeretnénk egy pár szót üzenni. Azoknak az embereknek, akikben benne a jó akarat, hogy segíteni akarnak ilyen nyomorult helyzetű embereken. Mivel, hogy ugye a munkaügyi központ úgy vett föl minket, hogy a bajba jutott szociális segélyű embereken segíteni akarnak. És mikor bementünk a munkaügyi központban, ugye megörültünk annak, mivel, hogy megígérték a jó munka, biztonságot, hogy ígértek nekünk munkát és több pénzt, ugyebár, mert hogy a 22.800 forinttól csak többet ígértek a kelleténél, és mi ennek nagyon megörültünk, és kaptunk a kapacitásra. Csak sajnos, hogy ez a kapacitás ez nem olyan jól sikerült, mivel hogy már 2 hónapja pénzt nem látunk, és akik családot nevel, forduljon magába úgy, hogy egy 5-6 fős családot hogy tud fönntartani a nincsből. És sajnos már abban az állapotban vagyunk, hogy a villanyunkat, a vízünket kapcsolják kifele. Elkezdődik az iskola, elkezdődik az óvoda. Megkérdezem én önöket, hogy miből tudjuk ezeket finanszírozni a nincsből. Nem tudjuk őket iskoláztatni, óvodáztatni. És akkor mégis azt mondják, hogy a cigányság. Hát igen, a cigányság. Sajnos arra a pontra jutottunk, hogy még nehezebbet raktak az életszínvonalunkra, mivel hogy ezt a kis pénzünket is elvették. És nagyon szépen megkérem azokat, aki lát és hall minket, hogy segítsen a 2800 emberen, hogy ne legyünk kenyérkéregetők, ne rakjanak ki minket az utcára, mert sajnos, hogy ez a Magyarország eléggé úgyis el van terjedve a hajléktalanokból, és nem akarnénk mi is a hajléktalanokhoz csatlakozni és kerülni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak és segítenek rajtunk. Köszönöm. Meg mink is albérletben lakunk. Nem tudjuk kifizetni már 3 hónapja az albérletet, hogy nem adják ide a pénzünket. Annyit szeretnék mondani. Szeretnénk normálisan élni, csak hogy a kormány ezt nekünk nem hagyja. Mi szeretnénk már boldogulni valahogy. De minket kirekesztenek. Senki nem vesz észre minket. Köszönöm szépen. Még az Európai Unió sem. Pedig az ő pénzük is benne van, meg a kormányé is.